Települési szintű beruházásokat is tartalmaz a Kvassai Jenő terv, a Nemzeti Vízstratégia, ami a Magyar Vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. 280 milliárd forint fordulhat az országos vízügyi fejlesztésekre, ami a mai kor kérdéseire reagál, kiemeli a vízkár elhárítást, a beruházások nagy része az ár- és belvízvédelmet, asszálykár elhárítást szolgálja, mondta el a közelmúltban a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke Kató Sándor 35 perc című műsorunkban. Itt a környezet és energiahatékonyság operatív programnak a forrásaira alapozva apró pénze kellett váltani. Itt elhangzott, hogy megyénkben, vagy itt a Felső Tisza vidékén több mint 60 milliárd forint az, ami rendelkezésre áll a fejlesztésekre ezeknek a jó része, nagyobbik része, hiszen itt a feladat is jóval nagyobb, főképpen a víztöbletek kivédésére szolgálnak, tehát az ár és belvizeknek a megfelelő szintű kezelésére. Itt összességében három olyan nagyobb projektet lehet megemlíteni, ami összességében egy 55,5 milliárd forint nagyságrendet tesz ki. Itt meg fog valósulni több mint 33 km hosszban a töltéseknek a előjét szinte való kiépítése, és hát megépül egy újabb tározó a térségünkben, a Tiszatúr torkolatánál, egy összességében 45 millió víz vízbefogadására alkalmas tározó. A Tivadari Híd felújítása is bekerült a fejlesztési csomagba, és a következő két hétben elindul a Beregi Tájgazdálkodási Program, mondta el a főmérnök. A Beregi Árapasztó tározónál kutatásnak megújítják a vízkormányzó berendezéseket. A víz stratégia a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célokat is kijelöli, és ezek eléréséhez olyan intézkedéseket tartalmaz, amely óvja a vizek állapotát és észszerűsíti a felhasználását. Változtak az időjárási viszonyok vis az időjárás sok a csapadékmentes időszak. A vízügyi szervezetnek a gazdálkodókat, az ipari üzemeket is ki kell szolgálni, és a meglévő vízkészlet mennyiségét és minőségét megfelelő szinten kell tartani. A települések kommunális vízellátását a vízi közművek biztosítják, a programban ezeket is fejlesztik.